Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd ügyemet. Ments meg a gonosz és álnok emberektől, mert te vagy az én megmentő Istenem. Testvéreim, nagy böjt, 5. vasárnapja van. Ezzel a vasárnappal belépünk a szenvedés időszakába. Tempus Passionis időszaka kezdődik ezzel a vasárnappal. Az evangéliumban Lázár feltámasztásáról hallunk. Szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel vehessünk részt ebben a szent cselekményben. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így szólt az Úr Ezekiel prófétához. Jövendőj, és így beszélj népemhez. Ezt mondja az Úr, az Isten. Íme, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem.
mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála. Az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála. A mélységből kiáltok, Uram, hozzá, Istenem, hallgass a szómra, füled figyeljen fel, könyörgő szavamra. Az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála. Ha számon tartod a vétkeket, Uram, Uram, ki az, aki előtted megállhat? De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged. Benned remélek, Uram, és igédben reménykedik lelkem. Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt. Az Úrnál az irgalom, és bőséges a jobban, mint éjjé őr a hajnalt, várja az Urat Izrael. Mert az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála. Ő váltja meg Izraelt minden bűnétől. Az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. De akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem Krisztusé. Ha Krisztus bennetek lakik, jól lehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti, a bennetek lakó lelke által. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőség néked. Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőség néked. Jézus mondja,
az élet, aki bennem hisz, nem hal meg örökre. Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőség néked. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Márta kente meg az Urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár az ő testvérük volt. A két leány testvér megüzente Jézusnak: Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőjön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt. Azután így szólt a tanítványokhoz: menjünk el ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni ott a zsidók, és te megint oda mégy. Jézus ezt felelte: nem 12 órája van a nappalnak? Aki nappal jár, nem botlik el, mert látja a világ világosságát. De aki éjszaka jár, elbotlik, mert hiányzik belőle a világosság. Ezt mondta, azután hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de én megyek és fölkeltem. A tanítványok így szóltak: Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul. Jézus Lázár haláláról beszélt. Ők azonban azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek. Most azonban induljunk hozzá. Tamás, akinek Iker volt a mellékneve, így szólt tanítványtársaihoz: menjünk, és halljunk meg mi is vele együtt. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy 15 stádiumra, fél óra járásnyira. Így sok zsidó jött Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki: testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szólt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus folytatta: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki: igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. E szavak után elment és hívta a testvérét, Máriát, halkan odaszólt neki: megjött a Mester, és hív téged. Ennek hallatára ő rögtön fölkelt,
és Jézushoz sietett. Jézus ugyanis még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók pedig, akik Máriával együtt a házban voltak, és vigasztalták őt, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkel és kimegy, utána siettek. Azt gondolták, hogy a sírhoz megy, hogy ott kisírja magát. Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, e szavakkal borult lábaihoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte, hova temettétek? Azok így szóltak, jöjj, Uram, és lásd. Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték, nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak, ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghalljon? Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve, a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére megjegyezte, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus ezt válaszolta neki. Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte a szemét, és így szólt. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz. Csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldöttél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta, Lázár, jöjj ki! A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta, oldjátok fel, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Foglaljunk helyet most, mindnyájan, kedves testvérek! Arra gondoltunk, hogy mivel olyan kevés lehetőségünk van a prédikációra, ezért most közösen fogunk prédikálni. Ilyet különben nem nagyon szoktunk csinálni, de a televíziós közvetítés talán egy kicsit könnyebb műfaj ezzel kapcsolatban. Zoltán atya, te mi az, amit kiragadnál ebből az evangéliumi részből? Ami legjobban megfog ebben a szakaszban, és ahogy legjobban összetudnám foglalni, hogy miről is szól, talán a barátság. Jézusnak a barátsága Lázárral. Ahogy meghallja a hírt, hogy beteg az ő barátja, akkor megrendül a lelkébe, és később föl is támasztja őt, előhívja a sírból. De ugye milyen érdekes, hogy nem indul el Jézus azonnal, hogy még két napot még várakoztatja igazából a többieket, és látjuk, hogy így is már jóval később ér oda. Olyan, mintha nem akarna elindulni, pedig ugye éppen elindul ezen az úton, és éppen ez az út a kereszt halálával fog majd véget érni. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon, nagyon mély gondolat, hogy Jézus
két napot azzal tölt, hogy beszélget az atyával, hogy te mit szeretnél igazából, mit tegyek most itt Lázárral. Igen, ez egy furcsa kettősség. Hallja a hírt, szereti Lázárt, és mégis várakozik. De ahogy mondtad, ez sem fölös idő volt, hanem az atyával tudott ő ez idő alatt beszélni, és az atya akaratát tudta véghez vinni, hiszen Jézus minden nap imádkozott, amíg itt a földön volt, és mindenben az atya akaratát próbálta keresni. És elindul két nap múlva, elindul Betániába, ami egyébként elég közel van Jeruzsálemhez, mintegy 3/4 óra járásra, gyalog. Elindul, pedig tudja, hogy ez az út már az utolsó út, hiszen ezzel kezdetét veszi az ő szenvedés története. Ez a vasárnap is, a vasárnappal is már Jézusnak a szenvedése kezdődik el, és az elkövetkezendő két hét szentírási szakaszai is már ezt tárják elénk. Azt hiszem, hogy nekünk is egy nagyon nagy szenvedés most az, hogy például hívek nélkül mondjuk a Szent Misénket, illetőleg azt hiszem mindenkinek a bezártság egy nagyon-nagyon nagy szenvedés. Egy kicsit úgy érezhetjük magunkat, mint ahogy a Lázár a sírboltjában, és eszembe jut Gyökösi Bandi bácsinak egy története ezzel az evangéliumi szakasszal kapcsolatban, ahol leírja, hogy egy harcmezőn valaki a saját állásaitól csupán 20 méterre sebesült meg, és egész délután ott kellett feküdnie a földön, mert az ellenség egy tűzzáporban tartotta az állásokat, és aztán, amikor éjszaka lett, akkor a legjobb barátja kimászott a fedezékből, és behúzta őt oda. És csak annyit mondott neki, tudtam, hogy el fogsz jönni. Valahogy így várjuk talán mi is most a szabadulást, és azt, hogy végre kiléphessünk, valahogy fölfedezzük azt, hogy mit jelent igazából a feltámadás. Lehet, hogy többet kell várjunk sajnos, mint 4 nap, de Isten mégis meghív bennünket arra, hogy ne veszítsük el ezt a reményünket. Amit még ugyancsak az evangéliumból kiemelnék, az az, hogy mennyire benne van a feltámadás. Benne van Krisztus feltámadása, és a mi feltámadásunk is. Jézus valahogy ezzel a tettel, ahogy barátját, Lázárt föltámasztotta, ezzel meg akarja erősíteni az ő tanítványait, és minket is, hogy mi is, a tanítványai is fel fogunk támadni. És nem kell félni. Sok szenvedés végigkísérheti az életünket, akár így a napokban is, hetekben, de ezek mind elenyészőek ahhoz képest, hogy örök életünk van, és hogy eljutunk majd a feltámadáshoz, ahogy már az Ószövetségben is hitték a feltámadásnak a hitét, hiszen Márta is megvallotta Jézusnak, hogy fel fogunk támadni. Amikor elindulnak az apostolok, ugye azt hallottuk, hogy Tamás apostol meglehetősen realista volt. Ő tudta, hogy ha most visszamennek Judeába, akkor annak halál lesz a vége. Mondta is, halljunk meg mi is vele együtt. Aztán ő éppen nem halt bele ebbe a történetbe, és amikor kritikusra fordult a dolog, akkor ugye egy kicsit messzebb is volt a kereszttől, de mégiscsak ezzel a lendülettel indult neki, és azt hiszem, hogy ez minket is erősíthet, hogyha bármilyen realisták vagyunk, és látjuk, hogy milyen nehéz ez a helyzet, de tudhatjuk azt, hogy ha Jézussal együtt halunk meg, akkor az életünk az valóban a feltámadásban fog véget érni. Hiszed ezt? Kérdezi meg Jézus is Mártától, és azt hiszem, hogy nekünk is. Ez egy óriási kérdés. Most ez ilyen nagyon konkrét, hogy hisszük-e tényleg azt, hogy az életünkben a feltámadásé lesz az utolsó szó? Reméljük, hogy hisszük. Hisszük, és valóban így tudunk élni. Örömmel. Akkor is, hogyha
szenvedések érnek bennünket, hiszen ott van előttünk Krisztus keresztje, de ott van az üres sír is, ami még most egy kicsit távol van, 2 hét múlva lesz húsvét vasárnapja, de el fog érkezni az is, és elérkezik az is, amikor majd végre kiléphetünk a házainkból, és újra fölkereshetjük egymást. Nekem is eszembe jutott még egy kis történet, amit úgy olvastam, hogy volt egy kis csoport, egy párfős gyerektársaság, akit egy tanárnő tanított. Azért voltak csak ilyen kevesen, hiszen sérült gyermek is volt közöttük. És a tanárnő különösen is aggódott az egyik gyerek miatt, mert soha nem értette igazából a feladatokat, és félt, hogy nehogy csalódást okozzon neki, ne legyen olyan élménye, hogy elmenjen a kedve a tanulástól. És az egyik húsvét előtt a következő feladatot adta a gyerekeknek, mindenkinek kiosztott egy műanyag, szétnyitható tojást, hogy következő héten hozzon mindenki a tojásba valami olyan dolgot, ami a feltámadásra emlékeztet bennünket. És mindenkinek sikerült, bár a történetnek pont az a csattanója, hogy az egyik tojás üres volt. És a tanárnő azt gondolta, hogy gyorsan tovább kell ugrani, ez biztos azé a fiúé, aki sérült és nem értette meg a feladatot, biztos az övé, ugorjunk tovább, de ekkor a kisfiú, Johnny megszólalt, hogy de hát én is dolgoztam, én üresen hoztam ide a tojást, hiszen Krisztus sírja is üres volt. Hát ez a történet figyelmeztethet minket arra tényleg, hogy hiszen Krisztus sírja üres volt, és az is lehet a feltámadásnak a jelképe, sőt, a feltámadásnak a jelképe az üres sír. Azt hiszem, hogy ha erősítjük magunkban ezt a hitet, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, akkor mi is újra tudjuk építeni majd a köztünk lévő barátságot, a távolságok ellenére is. Addig, ameddig még működnek a telefonkészülékek, és adott esetben akár internetre is van lehetőségünk, addig számtalan módja van annak, hogyan keressük fel egymást. Nagyon nagy öröm volt számomra, amikor azt hallottam, hogy az egyik tanítónéni olyan házi feladatot adott a diákoknak, hogy hívják föl a nagyszüleiket. Ha már nem tudnak hozzájuk elmenni, akkor legalább telefonon örvendeztessék meg őket. És nagy örömmel tették ezt meg a diákok. Talán mindannyian teszünk most ilyen lépéseket. Bátorítsuk egymást, hiszen Jézus Krisztus feltámadt. Sőt, ahhoz, hogy feltámadt, ahhoz meg is kellett halnia. Amikor elindul Lázár felé, úgy tűnik, mintha késlekedne, pedig valójában azért indul el, hogy meghaljon. Meghaljon helyette, és meghaljon érte. Mindannyiunkért Jézus Krisztus az életét adta. Azért, hogy nekünk már ne kelljen félnünk, hanem bátorítsuk egymást ezzel a tanítással, és így haladjunk mi is húsvét ünnepe felé. Imádkozzunk most együtt. Kérjük Istentől, hogy ő erősítsen meg bennünket a feltámadás hitében, és abban, hogy ebbe a feltámadásba Jézus Krisztus barátaiként mindannyian beléphetünk. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj és erősíts meg bennünket abban a hitben, hogy nem hiába imádkozunk. Segíts nekünk ezekben a nehéz időkben, és add, hogy föl tudjuk fedezni mindannyian a barátság és a hit erejét Jézus Krisztus által. Amen. Most pedig álljunk föl valamennyien, és valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe, és az örök életbe vetett hitünket.
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztushoz, aki Lázár feltámasztásával megmutatta, hogy ő a feltámadás és az élet. Hogy egyházad szentségei által minél többen életre támadjanak a lelki halálból, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy az élet szolgálatában a népek összefogjanak a háborúk, a járványok és az éhínség leküzdésére. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy mindnyájan erőt és bátorítást nyerjünk a feltámadás hitéből. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy betegeink időben részesüljenek Jézus vigasztalásában és szentségeinek kegyelmében. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy Jézus szavai erősítsenek meg bennünket, amikor szeretteinket gyászoljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, te szent fiadat az élet és a halál urává tetted. Segíts kegyelmeddel, hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni, és földi életünk után részünk legyen az örök életben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Hallgass meg minket, mindenható Istenünk, és add, hogy híveidet tisztítsa meg ennek az áldozatnak az ereje, miután a keresztény hit tanításában részesültek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő, mint valóságos ember, megsiratta a barátját, Lázárt, mint örök Isten, feltámasztotta őt a sírból. Az egész emberiséget is megszánta, és húsvét szentségei által új életre támasztott minket. A te fölségedet általa imádják az angyalok, kik szünet nélkül örvendeznek színed előtt. Add, kérünk, hogy az ő szavukkal a miénk is eljusson hozzád, midőn velük együtt újjongva zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott,
kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el
minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a Te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ízleljétek és lássátok, hogy mi
boldog az az ember, ki ő benne bízik. Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr. Boldog az az ember, ki ő benne bízik. Áldom én az Urat minden időben, az ő dicsérete minden korajkamon. Az Úrban dicsekszik az én lelkem, hallják meg ezt a szelídek és vigadjanak. Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr. Boldog az az ember, ki ő benne bízik. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre, mondja az Úr. Könyörögjünk! Kérünk mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjai maradjunk szent fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Most pedig imádkozzunk, hogy lélekben is elnyerjük a szent áldozás kegyelmeit. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen, tiéd akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Most pedig imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust ismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk, adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek,
hogy a mai napon tartotta volna egyházunk az úgynevezett szentföldi gyűjtést, hogy megsegítsük a szentföldi keresztényeket. Mivel konkrét persejezésre most így nincsen lehetőségünk, arra bátorítom a testvéreket, hogy bátran kérdezzük meg plébániáinkat arról, hogy hova utalhatunk esetleg valamilyen adományt az ottani rászorulóknak. Tudjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk most mi is mindnyájan. Mint egykor Pál apostol, most én is bátorítom a testvéreket arra, hogy mégis lépjünk az adakozás útjára, ne feledkezzünk el Szentföldön élő keresztény testvéreinkről. Köszönjük az adományokat! Templomainkban a papok, az atyák naponta miséznek értünk. Támogassuk őket is jó szóval, imádsággal, barátságunk ezernyi apró jelével. Szeretettel ajánlom a gyermekeknek a kis bábfilmjeinket a video.riskabábfilm.hu oldalon, ahol a járványra való tekintettel bárki beregisztrálhat, és nézheti ezeket a bábfilmeket gyermekeivel. Beszélgessünk róla. Nézzük meg a mai vasárnaphoz kapcsolódóan Lázár feltámasztásának történetét, a 3.4-es videót. Végül kérem a testvéreket, hogy figyeljünk egymásra, hogyha szükségben van valaki, siessünk a segítségére, vagy legalábbis kérjünk segítséget. És imádkozzunk együtt a betegeinkért, az orvosokért, a rendfenntartókért, vezetőinkért, és a járvány mielőbbi megszűnéséért. Végül fogadjuk az Úristen áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.